Július elején kezdte el a felkészülést a nyíregyházi együttes, amelyhez két magyar játékos, Anda Dávid és Kozák Bertalan, valamint négy külföldi kosaras érkezett. A szakmai munkát a Székesfehérvárról hazatérő Pető Ákos irányítja, Boris Majkovics segítségével. A két cápák két felkészülési meccset játszottak a Jászberénnyel, majd részt vettek egy oroszlányi tornán, aztán a hazai rendezésű Sitko Ernő emléktornán léptek pályára. Az elmúlt héten a budapesti Honvéd otthonában tartotta a főpróbát a Nyíregyháza. A vezetőedző szerint bizakodva várhatják a bajnoki rajtot. Nagyjából elégedett vagyok, még nyilván a szezonban is el kell tenni a pár mesnek, hogy helyre kell jönnek a dolgok. Sajnos az egy kicsikét bekavart, igaz, hogy a légiósok kapcsolatban volt egy kis késés. Szetlődé szeptember elején tudott hozzánk csak csatlakozni, tehát az ő beépítésével vagyunk úgymond egy kicsikét elcsúszva, de úgy érzem, hogy ezt menedzselni tudjuk majd. Úgy érzem, hogy a támadásunkkal, átmeneti játékokkal rendben vagyunk, meg rendben leszünk. Nyilván itt az apróságokat kell még a különböző védekezési fajták ellen majd tisztázni. Védekezésben kell még feltétlenül javulnunk, de apránként lépegetünk előre ott is. Újonc csapatként a biztos bennmaradás kiharcolása minimális célkitűzés, aztán az erőviszonyok kirajzolódása után esetleg módosítani lehet az elvárásokon. Nyilván nem a legkönnyebb kezdés, azért Debrecen talán, ha nem is bajnok esélyes, de biztos ott lesz a végelszámolásnál, egy top 3-as, top 4-es csapat, komoly költségvetéssel, komoly magyar maggal és 5 külföldivel. Ettől függetlenül úgy kell kimennünk az első mérkőzésre, hogy megmutassuk, hogy itt van a helyünk ebben a ligában. Megérdemelten jutottunk fel, de óriási lépés az első osztály. Első körben ugye ebben maradást tűztük ki célul, én ezt most is tartom, de látva a mezőnyt és látva azokat a csapatokat, akik hasonló cipőben járnak, én azt gondolom, hogy ha jól alakul és elkerülnek minket a sérülések, akkor egy kicsit merészebb álmaink is lehetnek. A Deasztungsram Hübner Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. A forduló további párosítása a következő: Szombathely Pécs, Atomerőműese Albafehérvár, Kecskemét Kaposvár, Szolnok Szeged és Sopron Oroszlány. Szerdán játsszák még a 14. fordulóból előrehozott Zalaegerszeg Körmend mérkőzést is.